Köszöntöm a kedves érdeklődőt. Amit készíteni fogok, az egy itóból faragott, három szemből álló lánc. Most egy ehhez hasonlót fogok készíteni, egy darab tömbből. Ezt mutatom be, hogy miképpen készítem el. A tömbre rárajzolom a készítendő láncnak a előnézetét. A felesleges részek fűrészsel való eltávolítása után láthatóvá válik az a két egymásra merőleges sík, amelyben a láncszemek elhelyezkednek. Tehát van ez a vízszintes sík, amelyikben kettő darab láncszem fog elhelyezkedni, és a rá merőleges függőleges síkban egy helyezkedik el, amelyik összeköti a két láncszemet. Most már csak az a dolgunk, hogy a láncszemen kívül eső felesleges részeket itt is eltávolít. Szépen kirajzolódott a láncszemeknek a formája, elhelyezkedése. Tehát most azt csinálom, hogy megkönnyítendő a láncszemek belső részének az eltávolítását. Kifúrom. Tengői kést használok, hogy be tudjak férni, és ilyen zugos részekbe is szépen tudjak dolgozni. Érzésem szerint eljutott abba a fázisba a munka, hogy szét lehet választani a láncszemeket. Tehát így néz ki. Most ismét megpróbálom szétválasztani. Hát most már könnyen széjjel jött. Most nagyon mélyen is, majdnem teljesen átvágtam. Úgyhogy már egy kicsit éreztem is, hogy megmozdult a kezembe. Most már vékonyítom és formázom a láncszemeket. Ennek a munkának a legkritikusabb része, amikor a láncszemeket elválasszuk egymástól. Az egész munkánk tönkre mehet, hogyha nem úgy sikerül. De képzeljük el, hogy ha 5, 8 vagy akár 20 szemből álló láncot készítünk, hát bizony, ha az utolsónál megroppan, akkor az nagy baj. Akkor már csak végignyitani tudom a láncszemeket, mert így ez késznek mondható, ugyanúgy mozog, mint a másik, az eredeti. Ez volt a bemutató darab. Ez egy kicsit vastagabb szemű, amit most készítettem, de hát nem is muszáj ennek egyformának lenni. Örülök, hogyha felkeltettem az érdeklődésüket, jó munkát kívánok a itónk faragáshoz. Viszontlátásra!